A rendelkezésre álló adatok szerint a Jász Kiséri 16 éves női elkövető az elmúlt hónapokban megismerkedett egy szintén helyi lakos férfival, akinek a Jász Kisére lévő házában lakott rendszertelenül. 2024. január 23-án éjjel a fiatal lány az ingatlant elhagyta és találkozott korábbi barátjával, a 40 éves férfi gyanúsítottal, valamint egy helyi 15 éves fiatal férfival, akikkel együtt elhatározták, elmennek a lány által aznap éjjel elhagyott lakó házhoz, hogy onnan lopjanak. A 15 éves fiú magával vitt egy baltát is a helyszínre, ha esetleg ellenállásba ütköznének. Akkor úgy történt, hogy hajnal 3 óra, akkor bekopogtattak hozzá, megfenyegettek. Utána összeverekedtünk kint itt az utcán, pénzt követeltek, meg megöli a családunkat, meg ízé, stb. Az élettársam az azt mondták, hogy benne volt, de ez nem igaz. Mert azt is megfenyegették. Ide bejöttek, lecsukták a villant, az automatát. Betölték az ajtót, fogdosták, fenyegettek. Megölnek az egész családomat, felgyújtsák a házat. Ennyi történt csak. Utána szóltunk a rendőrségnek, a szomszéd észrevette, szólt a rendőrségnek, kijött a rendőrség, utána meg elkapták őket. A felnőtt és a fiatal férfi utána mentek. Őt az utcán megütötték, fejbe rúgták, miközben tőle továbbra is pénzt követeltek. Itten verekedtünk össze, aztán meg ott ehhez a szomszéd vette észre, utána az utcán, itt a Köves úton is özétünk, verekedtünk, utána meg ők elmentek. Már akkor már megvolt nekik az óra, ilyen parfüm, meg azok pénz. Utána el is mentek, aztán itten vártuk kint a rendőrséget. A bántalmazott férfi a koponyáján, térdén, könyökén és mellkasán 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett, azonban fennállt a reális lehetősége súlyosabb sérülés bekövetkezésének is. Most a bíróság elrendelte a többszörösen büntetett felnőtt férfi és a két fiatal letartóztatását. A bíróság az ügyész indítvánnyal egyezően elrendelte a többszörösen büntetett felnőtt férfi és a két fiatal letartóztatását. Mindhárom elkövető vonatkozásában megalapozottnak látta a szökés elrejtőzés, továbbá a bizonyítás megnehezítésének a veszélyét is, a felnőtt elkövető esetében pedig a bűnismétlés veszélye is fokozottan fennáll. A bíróság végzése ellen egy gyanúsított, valamint a védőik is fellebbezést jelentettek be, így az ügyben végleges döntést a szolnoki törvényszék fog hozni.